Ma egy nagyon könnyű reggelit vagy vacsorát fogok készíteni. Pirítós, sült camembert sajt, paradicsom, spenót és egy tükörtojás. A helyzet az, hogy nagyon gyorsan elkészül. Ha valaki nem teszi alá azt a szeletke kenyeret, akkor gluténmentes és csökkentett energiatartalmú. Igaz, a camembert egy kicsit zsíros sajt, de azt hiszem érdemes megnézni. Tényleg egy 10 perces és azért egy kiadós finom vacsora. Gyönyörű koktél paradicsomokat, amit kiszedtem a kertbe, így félbevágom. Megvan a paradicsom, itt van a friss bazsalikom, ezt is ilyen durvára összevágom. Itt van a camembert sajt, az a jó, így hosszába félbevágom. Így az a jó, mikor már ilyen, hát ez még lehetne érettebb is, mikor olyan krém, minél krémesebb, minél lágyabb, annál klasszabb. És meg fogom sütni a serpenyőben, ezen a vastagabbik felén, hogy addig, amíg ez megolvad. Ennyi az egész előkészület, irány a tűzhely. Először a pirítóst készítem el, így kevés olívaolajjal így szépen megcsorgatunk, és a másik oldalát is. Na, aki glutén érzékeny, ezt nyugodtan hagyja ki. Következő lépés, fölmelegítem a serpenyőt, és benne az olajat, ez étolaj, ez nem olívaolaj, de lehet azzal is csinálni, csak az, akkor vigyázzunk, hogy az extra szűz olívaolajat nem szabad melegíteni, mert az nem jó. Muszáj, hogy meleg, forró legyen a serpenyő, mert a spenótot, ugye, amit lemostam, lecsöpögtettem, azt úgy kell megpirítani, megroppantani, hogy ne adja ki a levét. Elsőnek a fokhagymát beledobom az olajba, így. Nézzük, hogy áll a pirítós. Gyönyörűséges, ugye? És most megy bele ez a kis levelű spenó. Megsózom, és megy rá egy kis borcs. Látják, nincs alatt a lé. Kicsit így is átfordít. Csak azt várom, hogy ez sem jött a spenót. Folyamatosan mozgatni kell, hogy le ne égjen. Na, ezen is készült. Nem jött ki semmi levél, vagy nem jött ki semmi lé, mert ezen elpárolott, és nézzék meg. Ezt hívják úgynevezett angol parajnak. Nagyon finom. Ez meg megpirult, gyönyörűséges. Annyi az egész, hogy fogom. Itt van ez a tányér, ezen fogom összeállítani az ételt. Így, ez az első lépés. Megy rá a pirítós. Még egyszer mondom, gluténérzékenyek hagyják ki. Egy kevés olaj kerül a forró serpenyőbe. Így. És teszem bele a camembert sajtnak ezt az oldalát. Így. Szépen közepes lángon sütött. Hogy meggyorsítsam, fedőt teszek rá. Ugye így a gőztől fölülről is hőt kap. Megnézem, hogy melegszik-e. Nézzék, gyönyörűen emelkedik meg, és puhul. Látszik, hogy szépen melegszik. Még kisebbre veszem, hogy az alja ne égjen meg. Ugye erre azért figyelni kell, de érezni, hogy egyre lágyabb a sajt. Még egy ellenőrzés. Itt már jó is látszik, ugye, hogy mintha csak egy hártya lenne a tetej. Szuper! Nem szabad beleszúrni, kifolyik. Elkészült a sajt. Látszik, hogy a szét is nyílt már. Gyönyörű puha középen mindenhol. Óvatosan ráteszem a pirítósra. Most pedig a forró serpenyőben elkészítek egy tükörtojást.
Ez a spenót pedig rámegy a sajt. Paradicsomot. Kicsit megmelegítem. Pici só, pici bors. El is készült, leveszem a tűzről. Néhány csepp olívaolaj. Pár csepp citrom. És oda teszem a tojás mellé. A legvégén pedig ez a finom, friss, illatos bazsalikom. Elkészült ez a nagyon finom tojásétel, vagy sajtétel. A lényeg az, hogyha kihagyják alatta a kenyeret, mint ahogy már elmondtam ezelőtt is, akkor gluténmentes, nagyon finom, energiacsökkentett, ha nem esznek túl nagy sajtot. Úgyhogy azt tudom mondani, egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket, kövessenek az Instagramon, iratkozzanak föl a Zsebszakácsra a YouTube csatornámra, és minden héten új ételt találnak a Facebook oldalon, amit későbbiek folyamán utána nézhetnek a receptnek, aminek későbbiek folyamán utána nézhetnek a receptnek a weboldalon. Viszontlátásra!